Az oroszok marhajó drámákkal képesek előrúkolni, de amikor a modernebb, színvonalas blockbusterekre, látványmozikra gondolunk, akkor nem ők jutnak eszünkbe elsőként. Holott próbálkoztak ők már ruszki bosszúállókkal és társaival, de hát nem igazán jött össze. A rendezőként debütáló Egor Abramenko ezen próbált megváltoztatni a Sputnikkal. A történet 1983-ban játszódik, két asztronauta az űrhajójával kényszerleszállást hajt végre Kazahsztánban, és egyikük testében hazajött valami földön kívüli lény. A sajátos módszereiről híres Tatjana Klimovát vezénylik a helyszínre, hogy kivizsgálja az esetet. A történet alapján sokaknak eszébe juthatnak olyan klasszikus sci-fi horrorok, mint az Alien vagy a Dolog. Ez nem áll távol az igazságtól, Abramenko bizony nem kevés ötletet merített az említett művekből, de a tudománya szerencsére itt nem áll meg. A Sputnik bőven tartogat meglepetéseket, ezenfelül úgy használja a zsánerbe vett sablonjait, hogy a legtöbb esetben ne hason izzadságszagúnak. Aki mégis egy űrbéli, klausztrofób horrorra számít, az csalódni fog. Ijesztő elemekkel elvétve találkozunk, inkább a vérmennyiség és a helyenkénti brutalitás indokolja az említett műfaj besorolást. Ez nem probléma nyilván, a kreativitás így is megmutatkozik, csak épp az idegen lény tanulmányozásánál, vagy épp az azt övező konfliktusoknál. Itt ismét eszünkbe juthatnak bizonyos filmek, még ha csak minimális esetben is, de úgy, mint az Érkezés vagy a Hibrid. Ezeket tényleg nagyon szabadon kell kezelni, de vannak ezekre a filmekre utaló jelek. Érdekfeszítő volt például nézni, ahogy Tatjana viszonyul a felfedezéshez, illetve milyen módszerekkel igyekszik kommunikálni a lénnyel. Hogy miként váltakozik az ellenséges, bizalmatlan légkör, majd a közvetlenebb ismerkedő szakasz. Az ezzel járó kérdések, ok-okozati összefüggések remek táptalajt biztosítanak ahhoz, hogy a Sputnik nézesse magát, meg tudjon újulni, és a feszültség mellett némi misztikummal szolgáljon. Mégis ahogy haladunk előre a cselekményben, kicsit úgy esik szét az összkép. Az addig ötletesen felhasznált sematikus elemeket felváltják a helyenként elcsépelt megoldások, gondolok itt főleg a támaszpontot vezető Tiszra, aki természetesen fegyvert akar csinálni az űrlényből. A következmények, Tatján a cselekedetei rendre magukban hordozzák a következetlenségeket, illogikus döntéseket, de a legfeleslegesebb mégis az asztronauta kisfiának a mellékszála, ami a zárásra tartogat egy csavart. A rendező ezzel a húzással egy drámaibb felhangot szeretett volna megütni, kár hogy teljesen funkciótlan a fordulat. Az addigi tudományosabb sci-fi horror felütésnek semmi szüksége nem volt egy efféle, bár szép, de totál indokolatlan és felszínes epilógusra. A Sputnik a hibái ellenére azért korrekt darab, mégis azért bosszantó, hogy nem sikerült végig fenntartani a magas színvonalat. Egy kicsit átgondoltabb, kiforrottabb forgatókönyvvel bátran oda lehetne állítani a műfaj modern remek művei mellé, mert egy ötletes, abszolút látványos film, a szörny is marha jól néz ki benne, kicsit olyan, mintha Cloverfieldből lépett volna elő, csak kicsiben, de tényleg az egész film képes egyszerre érdekes és szórakoztató lenni. Mondjuk a címet nem értem, lehet, hogy én néztem be valamit, vagy elkerülte a figyelmem, de nem tudom, hogy ez az egész szituációhoz hogy jön a Sputnik. Na mindegy. Így sem tragikus a végeredmény, de maradjunk inkább a tisztességes iparos munkajelzőnél. Szerintem egy esélyt abszolút megérdemel, messze nem tökéletes, de képes lekötni és tartalmas élménnyel szolgálni. Úgyhogy én adok a Sputnikra 65%-ot. Ennyi lettem volna, tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, ha gondolod, kövess Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtalálod a leírásban, azt a legközelebb találkozunk. Csácz!